Miskolcon fogadott örökbe kutyát Horkai Zoltán, a farkasemberként ismert állatkoordinátor. A férfi a miskolci állategészségügyi telepen ismerkedett össze az új családtaggal. Rubel, az egyéves újfullandi kankutya egy hete került be a menhelyre. Az állatkoordinátor az interneten látta meg, és azonnal jelentkezett érte. Néhány napon belül haza is vihette másik 8 kutyája, farkasai és medvéi közé. Először a rácson keresztül ismerkedett Horkai Zoltán állatkoordinátor a hatalmas fekete kutyával. Az állat érdeklődve szaglászta a leendő gazdáját. Aztán a szabadban is. Rubel, az egyéves újfullandi kutya izgatottan fogadta a simogatást. Az állat egy hete került be a miskolci állategészségügyi telepre. Horkai Zoltán, a farkasemberként ismert férfi, az interneten látta meg, hogy örökbe fogadható. Párjával azonnal jelentkeztek érte. Az látszott a kutyán, hogy elképesztő aranyos, nagyon jó pel, nagyon szereti az embereket. Új családot is el tud fogadni. Azt remélem, hogy jó harmónia lesz közöttünk. Horkai Zoltán farmján jelenleg 100 állatot tart. Nevel farkasokat, medvéket, kutyákat és még sok más állatot. Bízik benne, hogy Rubel könnyen beilleszkedik közéjük. A kérdés az, hogy lesz, milyen harmóniában lesz mondjuk a macskáinkkal, mert az is van. De hát minden bizonnyal rá fogjuk venni. És ahogy néztem a kutyát, itt az 5 perc alatt nagyon bájos, aranyos, kedves, és nem lesz vele probléma. A miskolci állategészségügyi telepen jelenleg 54 kutya vár gazdára. Ha valaki örökbe szeretne fogadni, jelentkezés után csak néhány feladat vár rá. Attól függ, melyik kutyát választják ki, megvan-e már a kötelező veszettségi oltás mikrocsipje a kutyának. Ez ugye egy bizonyos türelmi, tehát egy karantén idő után kerül beadásra. Utána, ha rendben van a környezettanulmány, elfogadják, hogy ivartalanítani kell, illetve megvannak az oltások, akkor lehet vinni a kutyust. Rubel pedig néhány napon belül már egy több mint 2 hektáros birtokon szaladgálhat majd sok más állat között.